Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Sportosat. Híradónk vendége ifjabb Balzsai Károly, a VBO és a VBA korábbi középsúlyú világbajnoka, a KSI edzője. Szervusz, üdvözöllek! Szia. Most hétvégén az egyik bevásárló központban rendeztek egy boxmérkőzést, ahol ugye a KSI ökölvívói küzdöttek meg a szerbiai farkasokkal. Ennek számomra egy kicsit olyan feltűnően úgy nagy volt a vízhangja, ami nem baj, mert végre foglalkozunk a amatőr ökölvívással is. Ez minden tudható be? Mi volt ez a sorozat? Ez a boxing van csapatbajnok, nemzetközi csapatbajnoki sorozat, amiben el tudtunk indulni. Ugye a gyerekek, a fiatalok végre felnőtt korban, első, másod, a legidősebb és harmadéves. Most ez a sorozat már évek óta megy? Ez az évek óta megy a sorozat. A KSI még most ebbe az évbe tudott először elindulni ebbe. 8 csapat van, ebből 3 magyar van csak, tehát 5 külföldi. Horvátok, szerbek, montenegróiak, két szlovák csapat. Úgyhogy nagyon klassz kis színvonalas bunyókat lehet látni, és ez volt a második fordulónk. Egyszer voltunk már kint decemberben a Szerbiába, és akkor ennek volt a visszavágója, ahol egy picit azért a KSI csapatát úgymond ilyen kölcsönjátékosokkal megerősítettem, hogy biztosan győzelemmel fejezzük be, meg van egy-két olyan súlycsoportunk, ahol sajnos sérültek a versenyzőik, és akkor ezért tudtuk ebbe a bevásárlóközpontba, ugye a Lurdi házban megrendezni, mert teljes messzirességgel mellénk állt, úgyhogy ott tudtam szervezni egy ilyen gálát. Ami miatt esetleg nagyobb volt a vízhangja, én szerettem volna még nagyobbat, csak már nem volt annyira rá időm, még ezzel is foglalkozni a szervezésen kívül, az, hogy hát évek óta nem volt csapatbajnoki mérkőzés esetleg Budapesten, és végre a ez a másik két csapat, aki még érintett a boxingban. Ők Győr és Debrecen. Tehát nem pestiek. Ők nem, ők ugye az ország másik két vége. Ott helyben ők nagyon klassz kis meccseket tudnak vívni, de itt Budapesten a régi Csébéknek a hangulatát próbáljuk, illetve próbáltam visszahozni. Igen, akkor is úgy volt, hogy voltak ifisták is egy Csébén, és voltak felnőttek így is. Van, tehát... Így van, úgyhogy a rendszer az hasonló, a színvonal az szerintem ugyanolyan nagyon jó, főleg most, hogy 3x3 person és nincsen fejvédő, tehát nagyon látványos jó a meccseket. A felnőtteken, így van, nagyon látványos meccseket lehet látni, és lehetett ismert, mert tényleg klassz kis meccsek sikerültek. Akkor ez volt az első hazai meccsetek ebben a sorozatban akkor. Ez volt az első komolyabb bemutatkozásod, mint a KSI edzőjeként egyébként? Nem, hát tavalyi évben azért én már szinte minden versenyen ott voltam a gyerekekkel, a diákolimpiától kezdve. Jó, de akkor mennyire tudatos volt most már a szurkolóban, és már tényleg ifjabb Balzsai Károly is a KSI edző, és most én már edzőként. Én úgy érzem, hogy tavalyi év vége felé már a magyar bajnokságokon már mindenki tudott arról, illetve teljesen természetesnek vette azt, hogy én a KSI-vel úgymond mozgok. Tavaly év vége felé kaptam is egy szerződést, tehát én már állásban vagyok, tehát hivatalosan is edző vagyok. De akkor ez még friss végül is. De abszolút friss, viszont úgy, mint először ilyen rendezvényszervező, tehát ilyen csapatmenedzser és mindenféle más posztokat is a nyakamba véve, és saját magamat nem úgy kineveztem, hanem ezeknek az ügyeknek az intézését próbáltam egy kicsit felkarolni, hogy ne csak, mint utánpótlás nevelő egyesület legyünk, és akkor majd lesz valami, egy picit modernizáljuk, illetve picit nyissunk a világ felé, és egy élő, teljesen 21. századi szakosztály legyünk. Ez, hogy a boxing roundban elindultatok, ez fogadni merek, ti ketten otthon találtátok édesapáddal. Ezt már ők évek óta beszélik a KSI-be, hogy amióta van ez a boxing van, hogy egyszer majd el kéne abba indulni, amikor én még igazán ott sem voltam. Tehát édesapám meg a Törteli Feri, akik viszik, illetve vitték eddig a szakosztályt, és ugye én melléjük léptem be. De eddig nem volt egy fiatal ügyintéző ezek szerint. Nagyon sokáig beszéltünk róla, beszélgettünk. Ugye a tavalyi évben, illetve a tavaly előtti sorozat az nem indult el az olimpia miatt.
És akkor most végre elindult, és akkor mondtam a apunak, illetve mondtam a Ferének, hogy akkor én ezt megszervezem meg, és megpróbálom. Mondom, mondták, fiatal hiányzó, és akkor fiatal titán, aki hátára veszi. Így van, én így elindultam, mint egy bikai neki a falnak, és akkor Bolla Szilárdék, ugye ők ennek a tulajdonosa, illetve a fő szervező, én leültem vele tárgyalni, megkérdeztem tőle, mik ennek az indulási feltételei, miket kell biztosítanunk, milyen kritériumoknak kell megfelelnünk, és nem voltak olyan teljesítetlenek, tudtuk is teljesíteni, sőt, még szerintem az elvártnál egy picit még fölé is lőttünk, úgyhogy a Szilárdéknak nagyon tetszett az, hogy olyan klassz kis gálát, a helyszín nagyon jó volt, meg az egész szervezés is gördülékeny volt, és az egész meccs sorozat teljesen folyékonyan működött, és mindenki nagyon jól érezte magát. Ugye a KSI-ről nagyon sokáig azt gondolták, azt mondták, hogy ott utánpótlás nevelés folyik, ugye központi sportiskola, igen. De hát ugye itt felnőttek is bonyóznak, ezek szerint akkor már felnőttök körülvívókkal is foglalkoztak. Tehát most már az nincs az, hogy 18 éves kor után elkülditek a versenyzőket, mint anno régen így történt. Így van, régebb, ugye ez egy jó néhány évvel ezelőtt ilyen jogszabályváltozás során ugye megszűntünk mi, mint utánpótlás nevelő egyesület, sok jó oldalával és rossz oldalával együtt sajnos, picit így az iskolai rész is, tehát a Csanádi Árpád iskola így leszakadt tőlünk, vagy mi szakadtunk le tőlük, kicsit úgy eltávolodtunk. Igaz, azért én még most próbálom megint majd így a szálakat egy picit erősíteni és egymást közelebb húzni, főleg, hogy most elindultak ezek az akadémiai rendszerek, hát mi néhány éve ugyanezt csináltuk, csak tizedennyi költségvetésből. Én úgy érzem, hogy ezt most is meg lehet csinálni, és ez lesz az én következő nagy projektem, hogy akkor ezt újra elindítani. Tehát most már felnőtt versenyzőkkel is foglalkozhatunk, nem kell nekünk 18 éves kor után továbbadni esetleg a Vasasból Üpestbe, vagy bárhova. Sajnos már nem is nagyon tudjuk hova, mert mindenhol megvan az a keret létszám, hogy nem tudják tovább foglalkoztatni a felnőtt versenyzőket. Mi erőn felül próbálunk nekik mindenféle támogatást nyújtani. Hál' Istennek tudtunk olyan támogatókat magunk mellé csábítani, illetve állítani, hogy ebben az évben egy fokkal talán többet megengedhetünk magunknak, tehát nemzetközi versenyekre léphetünk. A boxingban, amit ugye az előbb beszéltünk róla, könnyebben el tudunk indulni, illetve most már edzőtáborokat is tervezünk ebbe az évbe, nemzetközi edzőtáborokat, tehát szépen lépegettünk előre. Én úgy érzem, ebben az évben az edzés, illetve a feltételrendszerben egy picit nagyobbat tudtunk lépni előre, mint az elmúlt években. Úgyhogy remélem, hogy ennek meg lesz majd az eredmény, és egy-két év múlva nemzetközi sikereink is lesznek a hazaikon kívül. Felnőtt korosztályban, mert ugye a fiatal korosztályban mindig azért jók voltatok. Tehát ugye a klub arcát ugye elsősorban mindig a felnőttek adják meg. Van most olyan felnőtt versenyzőtök, akire esetleg a Kovács Laci felfigyelhet? Vagy akár most majd a jövő hétvégén a Bocskain el is indul a nemzetközi versenye? Hát a tavaly előtti felnőtt magyar bajnok, a Vadász Andris, ő már évek óta mi versenyzőnk, tehát ő a mi első számú felnőtt versenyzőnk. Ő volt ideig igazán az egyetlen, aki nemzetközi eredményeket érte, válogatott volt, és világversenyekre járt, mint KS is. Most a többiek már beértek, illetve korba úgymond utolérték, tehát azért most már lesznek egyre több olyan felnőtt korú versenyzők is, első-másodévesek. Nyilván nekik azért még érni kell, meg rutinszerzés, meg tapasztalatszerzés. Ők még nincsenek azon a szinten, mint esetleg az Andris. Úgyhogy nekünk igazán most a Vadász Andris tavaly évben második lett a felnőtt magyar bajnokságon, de kint volt a világbajnokságon, ahol szuper jó meccseket csinált. Idén az Európa Uniós versenyen remélem, illetve Európa Uniós bajnokságon fog nekünk érmet hozni, minél fényesebbet reméljük, és neki próbálunk minden olyan támogatást, illetve feltételt megteremteni, hogy nyugodtan tudjon készülni, úgy, mint egy élversenyző. 64 kiló akkor az ő súlycsoportja. Indul a Bocskain? Természetesen. Akkor KS-t fogja képviselni. A KS-t ő fogja egyedül képviselni, így van. A Bocskain, mint minden évben, most is rengeteg nemzetközi, nem rengeteg ország fog indulni, tehát egy hatalmas nemzetközi verseny lett,
és meg van adva, hogy hány, egy súlycsoportban hányan indulhatnak, és általában a magyar bajnokuk, vagy hogyha nem annyira telített, akkor az első kettő indulhat. Tehát a 16 versenyző közül maximum két magyar versenyző lehet, a többiek azok mind külföldiek, de hát 64 kilóban az egyik versenyző. Hallom, hogy is annyi jelentkeztek, hogy vissza kellett jó pár országnak mondani. Igen, sajnos vissza kellett mondani, mert idén ugye se Európa-bajnokság, se világbajnokság nem lesz, egy picit úgymond ilyen üres lesz ez, tehát mindenki egy kicsit menekül a nemzetközi versenyekre, hogy azért a gyerekeknek a rutinját fenntartsák, illetve növeljék, és akkor majd a következő években fel tudjanak készülni. Ki foglalkozik például a Vadász Andrissal, a felső kategóriával, és te kiknek tartasz edzést? Le van-e osztva? Egy picit le van osztva, nyilvánvaló az egyén, illetve a speciális képzések azok megvannak egy picit osztva. Ez függ egy kicsit a gyerekektől is, meg függ egy kicsit tőlünk is. Nyilván apu a lányok felé, főleg most, hogy ő szövetségi edző lett, és a női válogatott ő rá lett bízva, akkor egy picit jobban koncentrál a lányokra, de igazán ő az egészet próbálja átfogni. És a Történeli Ferivel osztottuk egy kicsit el, hogy mindenféle korosztályban, nem korosztályokra osztottuk, hanem igazán ilyen csoportokban, hogy az egyéni képzéseket speciálisan egy edzőtől hallják, tehát ne kétfelől kétfélét hallja. Hál' Istennek a Ferivel lényegében ugyanazt mondjuk, illetve édesapám irányítása alatt így hárman egyfélét beszélünk a gyerekeknek, de a Vadász Andrissal speciálisan ő a Feri foglalkozik. Te milyen egyéni edzéseket csinálsz? Nekem is van egy-két felnőtt versenyzőm, van még egy 64 kilós, a Szirtes Zoli, a Csutak Dani, ifi versenyzők közül van azért a Császár Máté, van a Básony Bernát, úgyhogy vannak juniorkorú versenyzők, a Berki Krisztofertől, én remélem majd nem nézi az adást, és nem fog ettől begörcsölni, de rengeteget várunk, mert az elmúlt egy évben hatalmas fejlődésen ment át, és rengeteget komolyodott, és bízom benne, hogyha ezen az úton marad, és így odafigyel az egészre, akkor egy nagy versenyző válhat belőle. Te hogy állsz a edzővé való átalakulás? Most már edző vagy, elmondhatod, vagy még? Nem, ahhoz még nekem évtizedek kellenek természetesen. Tehát én még mindig nagyon az elején vagyok, tehát én még tapasztalatokat még minden versenyről versenyre rengeteget szerzek, edzésről edzésre is igazán. A gyerekekkel való foglalkozás az egész pedagógiai része, nyilván az edzés elmélet, meg az egész metodikája azért nagyjából tapasztalati úton nekem megvan, de az, hogy átadjam és mindenféle egyéb tényezőt és környezeti változást ezt kiküszöböljem, illetve át tudjuk lépni, ehhez óriási tapasztalat kell. Nekem szerencsém van, mert nekem van kihez nyúlni, tehát igen, tudok kitől kérdezni, hát apukámnak ott van a több mint 4 évtizedes tapasztalata, akkor én megkérdezem őt, hogy ilyen esetben mi a teendő. Akkor a Balzsa iskolával előbb-utóbb akkor megint kijönnek majd a jó, tehetséges ökölvívók? Én nagyon bízom benne, hogy ha tudunk ezen az úton maradni, és a gyerekek is ennyire komolyan veszik az egészet, és még tudatosabbak lesznek, és még harcosabbak, amit elsősorban várunk tőlük, akkor a következő néhány évben a KSI-nek a szakosztálya az még meghatározóbb lesz a magyar ökölvívásban. Itt a boxing a sorozatban mi az elvárás? Ugye akkor két meccs zajlott eddig, ugye? Egyszer kikaptatok, egyszer nyertetek. Igen. Azt hiszem egy pont a szerbiai farkasoknál, ugye? Mi az elvárás? 8 csapat van, hol akartok végezni, mi a papírforma? Alapjában azért indultunk, hogy a felnőtt versenyzőknek, a fiatal versenyzőknek legyenek nemzetközi meccseik, nemzetközi rutinszerzés, tapasztalatok, más stílusú ökölvívókkal boxoljanak, közönség előtt, ne csak egy edzőmérkőzésen a saját kis környezetükbe, ugye az edzőterembe, vagy egy kicsit egy ilyen steril millióbe. Ezért indultunk el. Nyilván, ahogy az ember elindul, mindig egy picit többet akar, tehát jó lenne ebből a 4-es csoportból tovább jutni, ami borzasztó nehéz lesz, de én bízom benne, hogy a gyerekek ebből tanulnak,
hogyha nem jutunk tovább, akkor sem fog semmi történni, óriási tragédia, egy hatalmas tapasztalatszerzés mindenféle szempontból, mind rendezvényszervezés és mind csapat találkozó, mind a gyerekeknek, tehát 3-4 meccsel már több van, mint esetleg a tavalyi évben. Volt olyan felnőtt versenyzőnk, akinek 5 vagy 6 meccse volt csak a tavalyi évben. Most a 3 vagy 4 hónap alatt fogjuk ezt nekik produkálni, úgyhogy sokkal nagyobb lépésekben tudunk előre haladni és fejlődni. Az, hogy most nyertetek 14-6-ra, ez azt jelenti, hogy akkor van a csapatban tartalék? Tehát ugye most kikaptatok kint, de akkor igen, ezek szerint azért tudtok nyerni, nem is akárhogy. Tehát nem szabad akkor feltett kézzel kimenni. Nem, természetesen. Hát nem is így álltunk, hogy mi most csak eljöttünk, és akkor pici gyerekeket megmutatjuk, és akkor lesz, ami lesz. Az ökölnyíves az nem ilyen sporták, mint például teljesen mindegy, bármilyen csapathajóba vagy egy evezésbe, azt mondom, hogy van egy nagyon erős 4-es hajó, meg az én 4-es hajóm, és akkor maximum lemaradnak, semmi baj nem fog történni. Azért ez egy nagyon kemény fizikai küzdelem, tehát abszolút teljes koncentráció és odaadás szükséges ahhoz, hogy pariba legyünk. Én ezt is várom a gyerekektől, illetve a fiataloktól. Persze természetesen tudunk győzni, nyilván egy-két kölcsön versenyzőt muszáj volt úgymond idézőjelbe alkalmazni, hogy biztosítsuk a mi győzelmünket. De ez a jövőben is így lesz. De én úgy érzem, hogy a jövőben is így lesz, illetve nagyon örültek annak, hogy más egyesületből is Pestről kértünk versenyzőket, ami olyan súlycsoportú versenyzők nekünk nincsen, tehát nekik is egyel, kettővel több meccsük lehet, és tehát boldogok voltak, hogy jöhetnek, és jól érezték magukat, én úgy érzem ezen a gálán. Nagy arányban nyertetek, ennek ellenére mérkőzés után tett nyilatkozatodban egy kicsit dühös voltál a versenyződre. Miért? Hát mert volt egy-két helyen olyan, az, hogy lélektelen volt, az egy picit erős megfogalmazás. Én nem éreztem azt a küzdőszellemet, azt a győzni akarást, amit alapjába véve elvárok mindenkitől. Egy picit nem oda koncentrálva, illetve ilyen mindegy alapon mentek ki a meccsre, és a harmadik menetben meg teljesen elfogytak és egy kicsit hitetlenül boxoltak, ami nekem nagy szívfájdalom volt, mert ha már érzem, hogy nem megy a meccs, akkor is még, ahogy az ellenféltől láttuk, ahogy a többi versenyzőtől nálunk láttuk, akkor is még küzdöttek, és az utolsó erejükkel a bármi áron való győzelmet hajtották. Volt nálunk sajnos egy-két olyan eset, ahol ezt nem láttam, és ez volt az én nagy szívfájdalmam. Főleg olyan versenyzőktől, akikben benne van a nagy nemzetközi eredmény, a jó ökölvívás, tehát a képességük megvan rá, egyedül a hitük, illetve az akaratuk most nem volt a helyén. Te ezt hogy dolgoztad fel belül? Úgy, hogy ő a hibás, vagy én, mint edző is hibáztam, mert nem tudtam kellően feltűzni, nem tudtam kellően motiválni, és akkor meg kell találnom egy új módszert, amivel rá tudom venni, hogy igenis halljon meg a ringbe. Melyik oldaláról közelítetted meg? Elsősorban én aput megkérdeztem, hogy tudunk ezen változtatni, ha tudunk, akkor hogy? Én minden edzésen szinte végig ezt üvöltözöm, hogy határozott vagy, minden áron gyerünk tovább, és ezt apuval leültünk, meg még le fogunk ülni, és ezt azért szorosabban átbeszéljük részletesebben, hogy mi is a teendő, hogy ez változtasson, tudunk ezen változtatni, illetve egy sportpszichológusnak a segítségét kértem, aki jövő héten, ha jól számolom, fog is egy előadást tartani a srácoknak, mint motiváció és célkitűzés címén, és ő is írt nekem, hogy ő is olvasta ezt a nyilatkozatot, hogy ezt vele is beszéljük át. Volt egy értékelés, ahol egy másik pszichológus rác hallotta, ő azt mondta, hogy ha mi kitűztük ezt a célt, és ezt szeretnénk elérni, ahhoz ez a értékelés, illetve ez a idézőjeles fejmosás, ez nagyon hasznos volt. Tehát jó úton járunk ahhoz, hogy ez megváltozni, illetve amit én kérek tőlük, vagy amit mi kérünk tőlük, azt ők kiteljesíteni tudják.
Minden esetre neked is jó, ez edzőként egy újabb feladat, amit meg kell tanulni, hogy hogyan kell majd kezelni. Ezzel még fogsz találkozni jó párszor. Ez... Biztos vagyok benne. Épp beszéltük adás előtt, hogy még fiatal vagy, 35 éves vagy. Erdély Zsolt, majd a nyáron. Erdély Zsolt 39 évesen még boxol, ugye márciusban kötelek közé lép a WBO Európa bajnoki címéért. Nem bántad meg, hogy visszavonultál fiatalon? Kedves vagy, hogy azt mondtad, hogy fiatalon, nem bántam meg egyébként. Profi bonyóban azért nem ritka, hogy 35-39, tehát... Nem, megbánni abszolút nem bántam, mert nyilván hiányzik, és maga az ökölívás, és az adrenalin, illetve bent a harc, az hiányzik, de maga nyilván millió dolgom van, és rettentő fáradt vagyok, tehát nem tudnék én már rendesen felkészülni. Egyébként a Madárnak a meccsével kapcsolatban felvetődött egy, nem tudom, hogy olvastad, de egy kérdés, ami a Kokónak az ötlete volt, hogy én miért nem boxolok egy ilyet, mert ilyen fajta pályafutás lezárás igen. Az én részemről nem volt. Én mondtam, hogy címmeccset biztos, hogy nem vállalnék, tehát 12 percre én már nem tudok felkészülni, annak teljesen más lélektana van és koncentrációja, és teljesen most 3,5 hónapra akársit nem tudnám ott hagyni azért, mert én most 12 percre felkészülök, de csak úgy lehetne. Én mondtam, hogy ilyen 6-8 percre maximum fel tudnék készülni, hogyha valaki lát ebbe fantáziát. Ő azt mondta, hogy a Félix-el beszél, megkérdezi tőle, hogy mi lenne. Volt egy néhány mondatos telefonbeszélgetésünk vele, és ő azt mondta, hogy lát benne fantáziát. Nyilván meglátjuk most, hogy a Madárnak a meccse hogy sikerül, mindenki elégedett lesz-e, meg én is gondolkodok még rajta, meg ő is, hogy ezt... hogy lehetne gyakorlatilag megvalósítani. Most neki is van dolga, nekem is volt rengeteg, úgyhogy ez így annyiba is maradt. A családot nyilván én is megkérdeztem, hogy ők mit szólnának hozzá. Nem tudtak vele mit kezdeni. Nyilván látják rajtam, hogy ez borzasztóan hiányzik nekem. Lehet, hogy jót tenne. Tehát egy hazai lezáró. Egy ilyen 6-8 menetes visszatérő, nem visszatérő, ilyen búcsú meccs lenne az egész. Ötletként felvetődött, beszélgettünk róla, egyelőre most néhány hete, most ez úgy hogy a polcon is maradt ez a néhány kérdés. Hát gondolom sok függ attól is, nem tudom, nem látom el a Félix lapjaiba, hogy ugye Zsolttal mi lesz, mert ugye Zsoltnál is ugye minden maybe, hogy most ez utolsó, vagy mégiscsak lesz még, igen. Tehát ugye minden még képlékeny ott, és akkor gondolom ez is sok minden meghatározás, egy újabb, nagyobb, még nagyobb hazai gála megszervezése, ahol egy Balzsai Károly is kötelek közé lép. Hát ez igazán kettőnkön múlik, hogy egyszer leüljünk majd. Én mondtam, hogy egyszer nyugodtan leülhetünk, és akkor egy kávé mellett majd ezt így jól átbeszéljük. Tehát neki most nem is bántam ezzel, meg én is szerveztem ezzel el a boxingban a hétvégén, úgyhogy nem nagyon tudtam ezzel foglalkozni, majd hogyha neki is lesz egy lélegzetvételnyi szünete, akkor majd nyilván összeakadnak a szálaink, és leülünk. Gondolom, nem észre mérkőzésre. Természetesen, ha nem, de valami utamódon, akkor igen. Család minden rendben, ugye? Lányok jól vannak, tornáznak, köszönöm szépen, ők nem betegek, úgyhogy gyakorlatilag a KSI-be éljük az életünket, egy héten háromszor ott találkozunk, és együtt megyünk haza. Egyes hírek szerint már akkor elmehetnél tornász edzőnek is, annyi új dolgot tanultál itt, igen, a gyerekeknek nem, köszönhetően. Eszembe se jut. Nyilván van egy-kettő olyan elemnek a neve, amit én tudok, ami esetleg egy civil embernek ismeretlen, de eszembe se jutna, mert a tornaedzőség az sokkal keményebb, mint az ökölvívó edzőség. Nem csak azért, mert pici gyerekekkel foglalkoznak, hanem ott még keményebbnek és még határozottabbnak, céltudatosabbnak kell lenni, mert azért egy néhány fokkal az talán még veszélyesebb sport. Tudsz a kicsiknek segíteni egyébként? Nem, nem is szeretnék. Én elsősorban az apjuk vagyok. Tehát csak figyeled őket. Én csak figyelem őket, biztatom őket, esetleg vigasztalom őket, meg nyilván játszok velük, de... Versenyre elmész te is, ugye? Természetesen, ahogy csak ideig egy versenyen nem tudtam részt venni, mert én akkor az Zunújvárosban volt, én meg, ha jól tudom, akkor Hódmezővásárhelyen voltam a Magyar Bajnokságon, és nem egyszerűen fizikai képtelenség volt eljönni onnan, viszont amikor a felnőtt magyar bajnokság volt, akkor pont úgy tudtam eljönni egy délelőtre, amikor a Hanának versenye volt, hogy gyorsan megnéztem itt a postásban a versenyt, és akkor vissza tudtam menni, visszaértem.
Úgyhogy amikor csak tudok, természetesen ott vagyok, sőt, még az edzését is szoktam nézni. Ökölívás, torna, sport az életed? Hát én ebben nőttem föl, hát édesapámmal az edzőtermek meg az edzőtáborokba jártam pici korom óta. Amikor meg versenyző lettem, ugye nyilván Tatán meg különböző versenyeken éltem az életem. Amikor a feleségemmel meg ugye összeházasodtunk, nyilván ő meg tornász volt, tehát neki is ez volt az élete, az ő családja is ugyanilyen sportos, tehát sőt a húga is rettentő sportos volt, úgyhogy nálunk erről szól a beszélgetések 90%-a meg körül forog minden. Zárásként lejárt a műsoridőnk, lesz kisfiú, aki esetleg az édesapját fogja követni? Valakinek a kisfiú biztos, valakinek az édesapját fogja követni. Nem tudom, hogy nálunk lesz-e egyelőre. A feleségem, nem azt mondom, hogy pihen, de nagyon megviselték, hogy a kicsik egy fokkal azért energikusabbak, mint az átlag, tehát egyelőre maradunk a kettőnél. Köszönöm szépen, itt voltál. Köszönöm a meghívást. További sportosat.